Mindnyájan, akik eljöttek, megtisztelve bennünket azzal, hogy meghallgatják Gregory Nagy professzor úr székfoglaló előadását. A Magyar Tudományos Akadémia nyelvi sorozatának osztálya nevében köszöntöm Önöket tisztelettel és szeretettel. Akadémiánk alapszabálya nem írja elő azt, hogy külső tagjainknak kötelező székfoglaló előadást tartani, ezért külön öröm számunkra az, hogy végig élvezhetjük Nagy professzor úr székfoglaló előadását néhány perc múlva. Mielőtt azonban átadnám neki a szót, felkérem Marót Miklós professzor urat, akadémiánk egykori alelnökét, osztályunk egykori elnökét arra, hogy méltassa mai ünnepeltünk eddigi munkásságát. Tisztelt hallgatóság! Böszörményi Nagy Gergely, vagy ahogyan a tudományos közéletben ismerik, Gregory Nagy, 1942-ben Budapesten született. 7 éves korában került az Egyesült Államokba, így iskoláit az elemi foktól az egyetemig ott végezte. Alapképzettségét a klasszika-filológia területén az Indiana University hallgatójaként szerezte meg, de PhD fokozatát már a Harvard Egyetem doktorandusaként érdemelte ki 1966-ban. Állást először a Johns Hopkins Egyetemen kapott, de 9 év múlva, 1975-ben visszakerült a Harvard Egyetemre, ahol 1984 óta az ottani ókortudományi tanszéken a Francis Jones professzori szék tulajdonosa, mégpedig kettős funkcióban. Részben a klasszika-filológia, részben az összehasonlító irodalom tudomány tanáraként. 1994-től 2000-ig ő volt a Harvard Egyetem ókortudományi tanszékének a vezetője, és 1990-ben és 91-ben az American Philological Association elnöke. Az ő elnöksége idején határozta el az American Philological Association, hogy meghívja közgyűlésére, évi közgyűlésére a frissen felszabadult közép- és kelet-európai országok ókortudományának a tudósait, hogy számoljanak be az elzárkozás éveiben, a szocializmus éveiben végzett munkájukról. Gregory Nagy nem csak Milman Perry szerelemi örököse, hanem egyszer, mint a Harvard Egyetem könyvtárában található hagyatékának kurátora is, továbbá a Harvard Egyetem Harvard Center for Hellenic Studies nevű Washingtonban működő intézményének az igazgatója is. A Magyar Tudományos Akadémia keretében ma időszerű törekvésnek számít, és ezért külön említést érdemel, hogy aktív élharcosa a modern technológiának a tanításban, így mindenek előtt az ókortudományi tárgyak tanításában való felhasználásának, illetőleg az ókortudománynak az online kurzusa keretében történő oktatásának is. Két fiú testvére van. Egyikük ugyancsak az ókortudomány professzora, nem messze a Harvard Egyetemtől, a Massachusettsben, Worcesterben található Holy Cross College-ban. A másik testvére viszont a keltológia, azon belül az írnyelv és irodalom professzora, ugyancsak a Harvard Egyetemen. Testvéreinek említése az életrajz végén nem pusztán véletlen, vagy a laudáció szerzőinek önkénye. Áttérve Gregory Nagy tudományos teljesítményének rövid bemutatására ugyanis, azzal kell kezdenünk, hogy a korai görög epikát és lírát a középpontba állító életmű a görög költészet indoeurópai alapjainak vizsgálatával kezdődött, ugye, és az indoeurópai nyelvészetben a keltológia fontos tényező, részben csatlakozva Milman Perry életművéhez, részben azonban támaszkodva az indoeurópai nyelvészet, különösképpen Milman Perry részben azonban támaszkodva az indoeurópai nyelvészet és az általános nyelvészetben ismert Saussure munkásságára is, akinek egyébként utódja Genfben éppen az a Mélyé volt, akinek a munkássága úgy szintén meghatározó eleme Gregory Nagy tevékenységének. Az életmű elején álló két könyv, és itt gondolok a Greek Dialects and the Transformation of an Indo-European Process, illetőleg a Comparative Studies in Greek and Indic Matter, tehát az életmű elején álló két könyv a most említett tudósoktól megkezdett úton megy tovább, és számos új példa kimutatásával
korábban soha nem látott alapossággal dolgozza ki azt a tételt, hogy a görög epikus és lírai költészet tulajdonképpen az indoeurópai kor költészetén alapul. Megerősíti és bizonyítja az elődök hipotézisét, miszerint létezett egy indoeurópai költői formulanyelv, amely szorosan kapcsolódott az énekmondók technikájához, illetve meggyőzően érvel a hexameter indoeurópai eredetének a tézise mellett. Az elődök munkájának továbbvitele és ezen az úton új eredmények kidolgozása azonban nem hozta volna meg Gregory Nagynak azt a hírnevet, amelyet, mint azt ma már látjuk, gondolatainak merészsége alapozott meg. Nagy Gergely munkássága merészségének a lényege abba fogható meg, hogy a Homérosz kutatásait a korábban elfogadott axiomák helyett újakra építette. Elsőként kiemelkedő annak a tagadása, hogy az orális költészet talaján nem jöhettek volna létre olyan átfogó, jól megszerkesztett epikus alkotások, mint az Iliász és az Odüsszeia. Ezzel szemben igyekezett bizonyítani, hogy a korai görög költészet Homérosztól Pindaroszig egy egységes rendszert alkot, mégpedig egy közös pánhellén kultúra keretében. Az orális költészet jellegének megítélésében mutatkozó szembenállása a konszenzussal számos részletkérdés megítélésében is a korábbi nézetekkel szemben eltérő eredményekhez vezetett. Ezeket itt most helyhiány miatt nem akarom részletezni. A másik axióma az Iliász és az Odüsszeia komplementer természetének megállapítása. Mind Achilleus, mind Odysseus az achályok legjobbika, ez az achályok legjobbika kifejezés az egyik könyvének a címére utal. Az első azért, mert a hazatérést elutasítva a hírnevet választja, a második pedig éppen azért, mert a hazatérést sikeresen lebonyolítja. Ez az új alapokra helyezett vizsgálódás Herodotosz írásban is rögzített nézetével összhangban, fölismeri Homérosz és Hésziodosz költészetének, mint egyazon hagyomány örököseinek és részeseinek az azonosságát is. A következő lényeges gondolat a téma és dikció központba állítása volt. Kimutatható ugyanis az egész korai görög költészetből a kettő azonossága. Ha így szemléljük a korai görög költészettel kapcsolatos alapvető problémákat, akkor megállapíthatjuk, hogy a két tényező lényegi azonosságának az ismeretében másodlagos fontosságú kérdés, hogy melyik művet melyik költő alkotásának tekintették. Az eredeti orális költészet egyes darabjait épp a téma és a dikció azonossága miatt utóbb, miután írásba foglalták őket, könnyen tulajdoníthatták egyik vagy másik költő alkotásának. Ha most elmondottak fényében vizsgáljuk meg a homéroszi kérdést, akkor magát a problémát is, és az arra adott választ is a hagyományostól teljesen eltérő módon kell megfogalmaznunk. A most idézett gondolatok megtalálhatók a The Best of Achaeans című könyv első kiadásában 1979-ben, majd az ebben található eredményeket egészítették ki a Pindars Homer 1990-ben, és a Performance Homer and Beyond 1996-os könyvek, majd ismét megjelent a The Best of Achaeans a közbelső időkben megjelent irodalmat is figyelembe vévő második kiadásban. E könyveket elolvasva azt láthatjuk, hogy szerzőjük véleménye szerint az epikus költészetet egészítette ki még az archaikus kor gúny és dicsérő költészete is. Saussure tanításából kiindulva Gregory Nagy hangsúlyozza a szövegek szinkron és diakron olvasásának a szükségességét is. Részben azért, mert így ismerhetjük fel az archaikus költészetben a téma és a dikció azonosságát, részben pedig azért, mert így vehetjük észre ebben az egységben azonos kulturális keretben megjelenő költészet fejlődését. Werner Heisenberg írta, hogy fizikus kollégáinak műveit olvasva meg tudja állapítani, melyik tanult latint és görögöt, mert azok egészen másként kérdeznek, mint azok, akik nem. Gregory Nagy életműve éppen azoknak az alapvető kérdéseknek a föltevésén alapszik, amelyek a görögök tudományos kérdései voltak. Van-e, azaz valóban van-e egy zseniális költő, aki a semmiből teremtette meg a két görög eposzt, van-e közös indoeurópai költészet, és így tovább. Mi az a másik kérdés? Azaz mi is ennek a közös indoeurópai költészetnek, vagy mi is az orális költészetnek a lényege? És végül milyen az,
azaz az előző kérdésekre adott válaszok fényében, milyen is a korai görög költészet jellege. Eleinte ezek a merész gondolatok kemény kritikába ütköztek, de ahogyan Max Planck mondta, az új gondolatok nem úgy terjednek el, hogy meggyőző erejük miatt azonnal mindenki elfogadja őket, hanem úgy, hogy ellenzői kihalnak. Mára már széles körben elfogadták az eddigiekben röviden említett kutatások eredményeit, valamint az összehasonlító irodalomtudományi vizsgálatok eredményeként megfogalmazott a maga idejében forradalmi megállapítást, a görög líra nem a görög epikából, hanem ugyancsak az indoeurópai előzményekből fejlődött ki, pusztán azért válhatott közmeggyőződésé a korábbi konszenzus tükröző nézet, mert a korábbi líra emlékei nem maradtak fönn. Egy rövid laudációban nincs tér az egész élet összes eredményeinek részletes bemutatására és elemzésére, sőt, még az összes könyv említésére sem. De talán az eddig mondottak is elegendő bizonyítékul szolgálnak annak igazolására, hogy Nagy Gergely személyében akadémiánk egy olyan tudóst választott tagjai sorába, akinek sikerült egy végletekig kimerítettnek látszó témában forradalmian újat mondani, és ez óriási tettnek számít. Nem véletlenül választotta őt a magát a világ legjobbjának tartó Harvard Egyetem a klasszika-filológia professzorának. A tény, hogy akadémiánk tagjai között tudhatjuk, mindannyiunkat büszkeséggel tölt el. Köszönöm. Megköszönöm a laudációt, és egyúttal felkérem professzor urat arra, hogy tartsanak előadását. Kedves hallgatóim! What I'll do first is say an introduction in English from the heart, and then I will read a text in Hungarian, short text, but I put all my heart into it. It's a labor of love. It has lots of helyesírási hiba, but as I say, it's from the heart. To complete my English introduction, which will take only 3 more minutes, while I'm talking about my old heart, I want to mention 3 episodes of heartbreak. And those are relevant to this splendid occasion. Dear colleague Miklós Marolt and all of you colleagues, I'm so honored by my being here. But if you allow me to be personal about 5 incidents of heartbreaks. One of them was in 1948, and I didn't yet understand the heartbreak, was when hazámat elhagytam. I was almost 6 years old. A második, az pedig az volt, 1956, a magyar felszállás, és in Indiánában voltam, this is supposed to be English from the heart. I was in Indiana University, and I was heartbroken. I felt that the entire magyar cause was abandoned by the West, especially by the United States, and I still think so. So that's 1956. Now, let me fast forward. 1962, the assassination of John Kennedy. And now I'm going to go much faster. Not many years later, the assassination of Robert Kennedy, then the assassination of Martin Luther King. That's already 5 heartbreaks. Have I counted correctly? And what's happening now in the United States, I'm so ashamed of the presidency of Donald Trump that I can't even call it a heartbreak. It's heart failure. In all this time, here I am living in the Western world ever since I was
5 years old, supposedly the cradle of democracy, and even at a place like Harvard University, where engineering is now more important than humanities, even at a place like that, I have to justify what Greek civilization is, what Western civilization is. I'm almost finished. And so I have to be like a salesman. I have to say things like, oh, did you know that ancient Greeks invented democracy? And people just look at me sometimes. It's because in the United States, ever since, I would say, Ronald Reagan or thereabouts, the study of civics, which is how to become a good citizen in a democracy, has not been taught in public schools anymore. So there is a massive ignorance of what democracy is. Okay, enough heartbreak. Now I will jump into the Hungarian text. And please forgive me for massacring the beautiful Magyar nyelv. As I jump in, I'm happy to inform you that only today, at 6 a.m. Hungarian time, midnight, did I do this right? Yes, midnight United States time, the English version of the Magyar Szöveg has been published. And I'm asking my young friend Eric, who has the English text, to help me occasionally cross-refer to the English text. Eric, if you see me not saying in English the paragraph number of what I'm reading, you will just stop me. All right? So does that sound like a good protocol? And I'm sorry, my protocols are very naive. They're exaggerated American protocols. And you will please forgive me for that too, because I need to be informal in order to get this done in the right amount of time. So dear colleagues, is that okay if I now jump in and massacre the Hungarian language? Szóval, mágusok és iónok. A mágus szó, görögül mágos, egy óperzsa, eredeti méd szóból származik. A Bisotun nevű kőbefaragott óperzsa felíráson így írták a szót, maguš. Ez az óperzsa szöveg szerint Darius nagy király felhatalmazása és az 522. évben azért sikerült, mert ő maga legyőzött egy fals királyt, akit ő azután meg is ölt. Ez a fals király neve Gaumāta úgy van ebben a szövegben bemutatva, mint egy mágus, óperzsául mágus. Herodotus, az ős görög történész pont ugyanúgy ábrázolja ezt a fals királyt. Szerinte is egy igazi mágus volt, görögül mágos. Tehát a görög meg az óperzsa szavak ebben az esetben, mondjuk ebben a történelmi kontextusban megfelelnek egymásnak. De az a probléma, hogy más kontextusban nem olyan világos, hogy mik a kapcsolatok a két szó közt. A Bisotun feliráson kívül az óperzsa szó, maguš, alig található máshol. A görög szó pedig, mágos, mást jelent más kontextusokban. Ezt a problémát talán úgy lehetne
legkönnyebben megoldani, hogyha jobban megvizsgálhatnánk a görög meg az óperzsa kulturális kapcsolatokat, különösen a 6., 5. meg 4. századokban. Az ilyen megvizsgálásból az derül ki, hogy a görög világra nézve a közvetítőjék ennek a szónak, meg a némelyik jelentésének az iónok voltak. Okay, that was paragraph zero. Eric, how am I doing? And the thing is, okay, paragraph zero, you say, how many more paragraphs? And if you like, what I can do is show you the next paragraph, next. And please, if you like, if you want the bibliography, if you want the footnotes, if you want a more elaborate discovery procedure description, it's all available online for free, at the Center for Hellenic Studies website. So please, I invite you to read this immediately after the lecture. So I go now to the next. Okay. A problémát, ez az első paragrafus. A problémát nehéz felfogni, ha csak népszerű kifejezések szerint értjük ezt a mágus szót. Hát nem elég világos, mondhatjuk, hogy a mágus az egy varázsló, egy bűvös, egy boszorkány. Én nagyon szeretem az internetet megnézni, hogy mik mondanak ilyenekről, és ezt olvasom az interneten. Szerveződik a mágikus ellenállási mozgalom. Az Elle magazin hívta fel a figyelmet arra, hogy egy ismert amerikai wikimágus, Michael M. Hughes, felszólította az amerikai profi boszorkányokat. I'm not sure what profi means in this context. Mágusokat és wiki papokat, hogy fogjanak össze Donald Trump megbuktatására. Hughes azt kezdeményezte, hogy havonta egyszer egyeztetett időpontban és módszerrel alkalmaznak tömeges úgynevezett megkötetés rituálét az elnök eltávolítására. I like that, eltávolítására. Paragraph 2. Eric, am I good? Paragraph 2, still the same page? De az az igazi probléma, hát ez a probléma egész más. Arról van inkább a vita, hogy mi az eredete ennek a mágus szónak. Ez meg talán elég világos, hogy az óperzsa mágus szónak iráni eredetet lehet feltételezni. De az a baj, hogy ez nem elég. Az a kérdés, hogy mi ennek a szónak a jelentése a néhány iráni kontextusokban. Jobb ezt többes számmal kifejezni, kontextusokban, nem kontextusban, mert nem lehet rekonstruálni egy monolitikus iráni civilizációt, se nem lehet rekonstruálni egy egységes iráni nyelvet. Paragraph 3. Still on. Ennek a problémának van egy másik oldala, a görög oldal. Az a mindennapi benyomásunk, hogy a görög nyelv változatlanul megmaradt
a századokon át. Olyan egységesnek hat nekünk ez a nyelv, beszámolva, hogy már 3000 éve létezik, persze még a mai világban. Tehát amikor a mágus szó átment a görög nyelvbe, lehetne azt elképzelni, hogy ez a szó is egységes lett és maradt a jelentésében, úgy, mint a görög civilizáció maga egységes maradt. Azt már láttuk is, hogy a görög mágus szót úgy lehet fordítani, hogy varázsló. Hát akkor talán az a kérdés, hogy mindig azt jelentette ez a szó, hogy varázsló? I speed up, paragraph 4+5. I go ahead. Paragraph 4+5. Már mondtam is, hogy nem lehet rekonstruálni egy egységes iráni nyelvet. És ez a nagy különbség a görög és az iráni nyelvek között. Míg a görög nyelv egységes maradt több mint 3000 éven át, az iráni nyelvek egymástól elidegenültek. És ezért nem lehet egy egységes iráni civilizációt rekonstruálni. De hát akkor az sem lehet egy következetes jelentést a mágus szónak az iráni nyelvek alapján rekonstruálni. Okay, paragraph 6, 7, 8. I hope you're happy that there are only 62 paragraphs, and you notice that the paragraphs are now bunched together. So 6, 7, 8, Eric. Visszatérek a görög mágus szóra. Hát akkor lehet azzal kísérletezni, hogy úgy fordítjuk ezt a szót, mint varázsló? Ahogy fogjuk látni, ez a kísérlet valamennyire beválik. És ez azért van, mert egy eredeti jelentést a mágus szónak a görög nyelv alapján se lehet rekonstruálni. Ennek a szónak jelentése még a görög nyelvben is fejlődik. Majd később azt is meglátjuk, hogy a külön jelentéseit ennek a szónak az iónok maguk fejlesztették. Paragraphs 9, 10, 11, 12. Kezdjünk a negatív kontextusokkal. Ezek mind későbbi korszakokból származnak. Talán a legérdekesebb példát a bibliai apostolok cselekedeteiben találjuk, ahol Simon mágus a Péter apostollal szembeszáll. Egy másik ilyen jelenetet az apokrif iratokban is találunk. A Péter apostol cselekedeteiben az apostol elmegy Rómába, ahol megsemmisíti a Simon mágus csodatetteit. Simon itt úgy szerepel, mint egy gonosz varázsló. Például úgy tud lebegni a levegőben, mint egy sárkány. Itt az a fontos, hogy a mágus saját magát a csodatetteivel érvényesíti. De az ilyen érvényesítésnek van pozitív oldala is. A legjobb példát a Máté evangéliumban találjuk, ahol a napkeleti bölcsek, úgynevezett mágusok, Betlehembe megérkeznek, hogy magasztalják Jézust, mint a megváltó királyt. Tehát a mágusnak pozitív hatalma is lehet, amivel meg tudja jelölni a jogos királyt. Paragraphs 13, 14, 15. Most áttérünk a régebbi kontextusokra. Itt arra kell vigyáznunk, hogy ne úgy interpretáljuk ezeket, mint az újabbakat. Ezekben a régebbi esetekben
nem lehet azt feltételezni, hogy igazán varázstettekkel foglalkoztak a mágusok. Inkább arról van szó, hogy a királyságot magát érvényesítették a mágusok, ám bár a rossz királyságot pedig érvénytelenítették. Paragraphs 16-17. A tény az, hogy az óperzsa birodalomban a mágusok szerepe papi osztályhoz leghasonlóbb, és ezt a tényt az iónok jól tudták. Ez pedig úgy lehet megmagyarázni, aszerint, hogy az iónoknak a világnézete annyira más volt, mint a többi görögöknek. Két ide vonatkozó forrással fogunk itt főként foglalkozni. Az egyik az a Herodotus História című műve, a másik pedig az úgynevezett Verveni papírus szövege. Mint a híres történész, a papírus eredeti szerzője valószínűleg az 5. században élt, és mind a két szerzőnek nyelvjárása nyilván ióni eredetű volt. Paragraph 18. Tehát ennek a két forrásnak alapján most bemutatok itt egy összefoglaló vázlatot a mágusok funkciójaikról, az óperzsa birodalomban egy bizonyos időkereten belül, körülbelül 200-on át, 550-től 330-ig. Paragraph 19. Lévén az óperzsa birodalom úgy kialakult, hogy egy többszörös etnikai szervezet lett belőle, I better say this in English, a multi-ethnic organization. Az nem is annyira számít nekünk, hogy az eredeti mágusok az előbbi méd birodalom kontextusában egy méd papi osztály voltak. Ezt már tudjuk még Herodotosztól is, mivel a mágusok a későbbi óperzsa birodalom kontextusában lehettek perzsák is lenni, nem csak médek. Paragraph 20. Kezdjük a Herodotosz ábrázatjaival. Szerinte az volt a mágusok főszerepe, hogy állat áldozatokat ajánlottak az isteneknek, és erre a görög szó thysia, mint főnév, thuein, mint ige. Ezeknek a mágusoknak egy másodlagos szerepük pedig az volt, hogy az áldozás szertartás alatt, okay, you have to be ready for this, szentelt énekeket rá énekelnek. Nem akarom itt azt a magyar szót használni, hogy varázsigéket énekeltek a mágusok, mert a görög szó, ez nagyon fontos, epaldei alapján, ahogy Herodotus használja ezt a szót, nem lehet azt feltételezni, hogy valami varázslásra vonatkozó éneket énekelnének a mágusok. Nem. Énekekről van szó, igen, hanem olyanokról, amik nem csak a vallást, hanem a királyságot is fenntartották. Ennek az alapján proponálom, hogy így lehet interpretálni a görög epaldei szót. És akkor, I'm repeating this, szentelt énekeket rá énekelni az áldozat fölött. A szentelt és királyi jelentését ennek az epaldei szónak abból lehet világosan látni,
hogy Herodotus ugyanebben a kapcsolatban a teogónia szót, görögül teogonie használja, mintha ugyanazt jelenteni, tehát epode. Majd hamar visszatérünk ehhez a szóhoz. Paragraph 21. Közben a derveni papíruszban ugyanazt olvassuk, hogy a mágusok készítik az áldozatokat, és erre megint az a görög szó, hogy thysia. Az áldozási alkalomokra pedig újra ugyanazt csinálják a mágusok, ugyanis szentelt énekeket ráénekelnek az áldozatok fölött. És erre is a görög szó újra ugyanaz, mint előbb, ugyanis epode. A papírus szövege szerint, ahogy tovább olvasunk, azok a görögök, kik misztérium vallásokban lesznek beiktatva, olyasmiket cselekednek, mint ezek a mágusok. Azt is olvassuk a papírus szövegében, hogy az ilyen epode úgy számít, mint egy euché, ami azt jelenti görögül, hogy ima. 22. Visszatérek a teogónia szóhoz, ami teogónie görögül. Ahogy már láttuk, a mágusok imája, amit ráénekelnek az áldozatok fölött, az nem csak epode vagy euché görögül, hanem theogonie is. Ez a görög szó nem csak arra vonatkozik, hogy mi volt az eredete az isteneknek, meg az istennőknek, a mágusoknak az a kötelességük, hogy énekel hirdetni, meg ünnepelni nem csak ezeknek az eredetét, hanem magának a kozmosznak a kormányzását. És ez a kozmosz pedig nem csak világi, hanem politikai is. Vagy mondjuk úgy, ebben az esetben, hogy az ilyen kozmosz, az még királyi is. Tehát a mágusok, amennyiben áldozatot csinálnak és teogóniát ráénekelnek, ugyanegyszer a királyságot magát is érvényesítik. Ahogy jól tudjuk az antropológusoktól, egy tipikus teogóniának, mint éneknek az a világszerte fő funkciója, hogy a létező társadalmi felszerelést érvényesíteni. Ebben az esetben a létező társadalmat természetesen az óperzsa királyság képviseli. Paragraphs 23, 24, 25. A legvilágosabb kontextus, ami a mágusok funkciójához vonatkozik, a Herodotus egyik legérdekesebb leírásában található. A történész itt arról ad beszámolót, hogy micsoda szerencsétlenségekkel találkozott a perzsa expedíciós erő, amikor a magnéziai tengerpart közelében egy rettenetes tengeri szélvihar majdnem elpusztította az egész hajóhadat, amit az európai görögök ellen vezetett Xerxész perzsa király. Ez mikor volt? 480-ban. Ahhoz, hogy lecsillapodjon a vihar, a perzsák mágusai áldozatokat ajánltak, görögül entoma poieuntes, és szentelt énekeket ráénekeltek, görögül kata edontes boaisi. Azt is mondja itt Herodotos, hogy a mágusok áldozatokat csináltak, görögül thyontes, nem csak a viharszeleknek,
hanem az istennő Tetisnek is. A görög mitológiában ez a nimfa nem csak úgy szerepelt, mint a hős Achilleus anyja, hanem úgy is, mint a kozmosznak az egyik legfontosabb teremtője. Tehát itt is feltűnő, hogy a mágusoknak állítólag olyan hatalmuk volt, hogy az énekelésükkel még a kozmoszt magát is rendbe hozzák. De most pedig az a kérdés, hogy honnan tudták a mágusok, hogy nekik a Tetisnek is kell áldozatokat ajánlani. A feleletet maga Herodotus adja meg. A mágusok az iónoktól tudták meg, hogy így kell cselekedniük. Görögül paraton iónon. És pedig azt az iónoktól tudták meg a mágusok, hogy a magnéziai tengerparton történt az, hogy a Tetis istennő teherbe ejtette Achilleust, a saját fiát. I hope I'm using the right Hungarian expression here. I mean that she conceived the baby. Not gave birth to the baby, conceived the baby with the father, the nice guy, but mortal, Peleus. Rembe van. Okay. Paragraphs 25, 26, 27. Keep going. Ezek a görögök, kiket Herodotus iónoknak hív, kis-ázsiaiaknak számítanak. Nem európaiaknak. Ebben az esetben az iónok az óperzsa birodalom oldalán harcoltak, és így került elő az az alkalom, hogy a mágusoknak tanácsot adjanak, és abban tudtak tanácsolni, hogy milyen módon lehetne megmenteni az óriási flottát, amit egy szintén óriási földi hadsereggel együtt hozott magával Xerxész nagy király, azzal a céllal, hogy az egész európai görög népet legyőzze. De hát ez a terv persze nem sikerült. Sőt, nem sokkal később, ugyanebben az évben az egész perzsa haditengerészeti expedíció teljesen megbukott a Szalamisz nevű sziget körül. Győztes lett az ellenálló aténiek hadiflottája. Egy évvel később pedig az egész perzsa földi expedíció szintén teljesen megbukott a Plataé nevű város körül. Most pedig a spártai földi hadsereg győzött. A Szalamisz hadi tengerészeti csata esetében a matrózok meg a kapitányok a Xerxész oldalán persze nem perzsák voltak, hanem iónok és főníciaiak. Ezek az iónok, ahogy már mondtam, kis-ázsiaiaknak számítottak, nem európaiaknak. És még azt is lehet mondani ráadásul, hogy ezeknek a kis-ázsiai görögöknek a világnézete más volt, mint az európai görögöknek. Azért is olyan jól értettek ahhoz, hogy milyen tanácsot adni a perzsa mágusoknak és királyoknak. Az európai görögöknek ezek a kis-ázsiai görögök voltak a fő közvetítői a perzsa civilizációnak, aminek a birodalma egy komplikált etnikai keverék volt. A multi-ethnic organization, ahogy már megegyeztük. Közben a perzsa nagykirálynak az iónok úgy számítottak, mint a legszebb ékszer a koronájában. Jól illik ehhez a királyi fogalomhoz Paul Scott
1966-os angol nyelvű regényének címe The Jewel in the Crown. Az iónok voltak a Jewel in the Crown. Paragraphs 28, 29, 30, 31, 32. Maybe more. Is it okay? Hát akkor kik is voltak igazán ezek az iónok? A leglényegesebb részleteket itt röviden elmondom. A Kis-Ázsia nyugati partvidékén laktak, északra tőlük laktak az ájolok, és délre pedig a dórok. A legfontosabb ióni városok úgy összeszövetkeztek, hogy egy egységes államszövetség lett belőlük, amit úgy hívtak, hogy Dodecapolis, tehát 12 állam. Dodecapolis. 10 voltak a kis-ázsiai szárazföldön, és 2 pedig a Samos és Chios nevű kívül fekvő szigeteken. Ezeknek a dodecapolisi iónoknak a dialektusa egy közeli rokona volt az attikai dialektusnak, sőt, még az attikai dialektus is ióni dialektusnak számított. Ez abban is nyilvánosul, hogy a Miletos nevű ióni város a saját mitológiájuk szerint Attika fővárosának, Athénnek volt ős gyarmata. Ez a Miletos város volt a legfontosabb állam a Dodecapolisban, és szintén a legfontosabb görög alkotó része az Óperzsa birodalomnak. Paragraphs 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. A magyar paragrafus az egészet összefoglalja. Two pages. Köszönöm szépen. Ezek az ióni államok függetlenek voltak a 8. meg 7. századokon át, de azután a lüdiai birodalom hatalma alá kerültek. Azután pedig kezdve 546-tal az óperzsa birodalom átvette a lüdiai uralmat. Ennek dacára az ióni Dodecapolis tovább gyarapodott, különösen az óperzsa érában. Sőt, a Dodecapolis az óperzsa birodalomnak az egyik legfontosabb üzlettársa lett. I was proud of this in English, a kind of business partner. Jól fejezem ki magam? Különösen jól ment ebben az időszakban a Miletos városnak, gazdaságilag és meg politikailag is rendkívüli volt a helyzetük. De azután hamarosan véget ért a szerencséjük. 40. Go one more. One back. A 499-től 494-ig éveken át az iónok egy igazi felkelést hajtottak végre az óperzsa hatalom ellen. Athén város segítségével. De végzetesen megbuktak. Miletos város vezette a lázadást, és a bent lakóik büntetésük volt a legbrutálisabb. Az történt, hogy az egész várost 494-ben megsemmisítette az ostromló perzsa hadsereg. A többi ióni városok bentlakói is meglettek büntetve, de a rémtettek, amelyeket ők is átéltek, hasonlíthatatlanok
hasonlíthatatlanok a Milétos város abszolút büntetéséhez. Elég az hozzá, hogy sokat szenvedhettek a többi iónok is, következes perzsa rém uralomtól. Terhes lenne itt elmondani az összes rémtetteket. In English, I could say it better because I'm used to, shall we say, American reportage of atrocities. Okay. Now, de én most itt radikálisan megváltoztatom az angol szövegem sorrendjét. Megyünk a 40-es paragrafustól egészen az 54-ig. Okay, so I say this in English. Here my sequence of presentation in my Hungarian text differs radically from what I present in my English text. I skip, dear Eric, from paragraph 41 all the way to paragraph 54, parts 3 and 4. And I hope this reassures all of you, since I can tell you now there are 62 English paragraphs, that we're already at 54, so we don't have that much more to go. So now we go to 54.3. Okay? So how many pages? 1, 2, 3. Yeah, I see it. Yeah, okay. Ugyanabban a rém évben, ez 493, ugyanabban a rém évben volt valami egészen meglepő. A perzsa rémuralom hirtelen megszűnt. A következő eseményekben a főszereplő egy összehasonlíthatatlanul fontos perzsa ember volt. Artafernész volt a neve, Darius nagykirálynak a saját testvére. Lüdia tartomány kormányzója volt, tehát szatrapája. Remélem jól mondom magyarul, szatrapa vagy satrapa. Lehet szatrapa? És ő most Smerdis nevű lüdiai fővárosban egy konkordátumot megszervezett az ióni államokkal, összehozva a képviselőket mindegyik városból. Azt Herodotus maga is bevallja, hogy még az ő időjében is, tehát valami 70 évvel később, még mindig megállt a konkordátum, amit Artafernész szatrapa és óperzsa birodalom nevében megszervezett az ióni államokkal. 54.4. Two more? Yeah. Okay. De ami még ennél is meglepőbb, az pedig egy paralel esemény. Ez is ugyanakkor történt, tehát 493-ban. Egy Mardonius nevű perzsa hadvezér, aki maga a Darius nagykirály veje volt, kapott engedélyt arra, hogy egy óriási nagy hadsereget az európai görögök ellen vezessen. Az űrügye az volt, hogy megbüntesse azokat az európai görög államokat, amelyek aktíve segítették az iónokat a megbukott felkelésük alatt. A fő céltárgy természetesen az Athén város volt, mivel az aténiak voltak azok az európai görögök, akik főként támogatták a megbukott ióni felkelést. De ebben az egészben az volt igazán meglepő, hogy mit csinált Mardonius Kis-Ázsiában, még mielőtt átkelt onnan Európába a Hellészponti csatorna útján. Azt csinálta Kis-Ázsiában,
És ez ugyanabban az évben történt, amikor Artafernész békét kötött az ióni államokkal, tehát 493, hogy ezeknek az államoknak a görög zsarnokait leváltotta. Hát pedig ezek a zsarnokok a perzsa birodalomnak voltak eddig a képviselői. Ennek dacára a görög zsarnoki kormányok, helyett most demokráciákat alapított a Mardonius perzsa hadvezér. Ezt mind Herodotosztól tudjuk, aki egész világosan fejezi ki az eseményt, görögül demokratias katista. He established democracies. Tehát demokráciákat alapított. De akkor mi lett ezekkel a demokráciákkal? Erre a kérdésre még nincs feleletem, meg kell várnom, míg oda jutok a beszámolommal, hogy mi történt 13 évvel később. Közben most csak azt kell tudnunk, hogy Mardoniusnak nem sikerült Athén várost elérni és megbüntetni, és az azért lett így, mert nem sikerült neki az eredeti átkelést Kis-Ázsiából Európába. Nincs időm itt elmondani, hogy milyen nehézségekkel kellett küzdeni a Mardoniusnak, mielőtt el tudott volna jutni egészen Athénig. Elég az hozzá, hogy a perzsa birodalmi kormány Mardoniust elbocsátotta, és helyettes hadvezéreket kinevezett. Tehát így nem lehet Mardoniust hibáztatni, amikor egy pár évvel később, 490-ben, végre megbukott ez az egész perzsa expedíció, amikor elvesztették a csatát Maratón városban. 490. Így hát az Athén város legalább ideiglenesen meg lett mentve. Okay, now something strange. We go back 54.3. Okay, just one back. I got it. Arra sincs időm itt azt részletesen elmondani, hogy eredetileg miért is támogatták az aténiak az iónok felkelését. Elég itt azt mondani, mint háttér, hogy már 510-ben az aténiak megszüntették a Pészisztratid nevű zsarnoki családnak önkény uralmát, és az akkori Hippias nevű zsarnokukat kiűzték a városukból. Azután egy pár évig eléggé bonyolult lett a politikai helyzet ebben a városban. Athéni oligárkák és athéni demokraták, lehet azt mondani, hogy demokraták? Viaskodtak egymással. És körülbelül 507-ben, ez egy nagyon fontos idő, még az is megtörtént, hogy a demokrata kormány követeket küldött Artafernész szatrapához Szárdis városban, Lüdiában, azzal a céllal, hogy békét köthessenek a perzsa birodalom kormányával, és így védelmet szerezzenek az oligárkák ellen, akik pedig már régóta összefogtak a Spárta város kormányával. Ezt mind Herodotosztól tudjuk, akinek természetesen nem tetszik, úgy, mint nekünk sem máma tetszhetik, hogy az athéni demokrata kormány békét kötött a perzsa birodalom kormányával. A békekötésnek a szimbóluma az volt, hogy az athéni követeknek meg kellett ígérni, hogy földet meg vizet, görögül gen tekai hudor, ajánlanak a perzsa nagykirálynak. That's pretty bad. Ennek az alapján, ha most újra visszanézünk arra,
hogy valami 8 évvel később az aténiak az ióni felkelést a perzsa birodalom ellen direkte támogatták. El lehet képzelni, hogy ez az aténi cselekedet úgy számított, mint valami cserbenhagyás, vagy még inkább árulás is. Szerintem ide vonatkozó az a tény, hogy Arisztagorasz, aki Milétosz városnak volt zsarnoka, úgy került eredetileg hatalomhoz, hogy ő volt az, aki maga a perzsa nagykirály kiválasztott, mint a birodalom fő képviselője az iónok közt. És amikor ugyanez az ember az ióni felkelésnek a vezére lett, akkor áttért a demokrácia ideológiába. Oké, 56. Oké. Ja, megvan. Na most végre ehhez a kérdéshez eljutottunk, hogy tulajdonképpen mi is történt Mardoniusszal 13 évvel azután, hogy demokráciákat alapított az ióni városokban 493-ban. Most 493-ban, nem bocsánat, most fast forward, most 480-ban, már javában elkezdődött egy újabb és még hatalmasabb perzsa expedíció az európai görögök ellen. És most újra Mardonius lett a hadseregvezér, egy igazi generalissimus. Azt mondja Herodotos, hogy ez a nagyra vágyó perzsa ember nem csak azt akarta, hogy megbüntesse az aténiakat, most már más volt a cél, hogy az egész európai görög világot meg kell hódítani. És még annál is többet akart Mardonius. Az volt az ambíciója, Herodotos szerint, hogy ő maga legyen az egész görög világnak szatrapája. De ennek a hatalomnak milyenféle kormánya lett volna? Én szerintem a kormány úgy látszott volna, mintha valamilyen demokratikus szervezet lenne, legalábbis névben. És mi lett volna a modell, a minta? Én szerintem a mintát már Mardonius maga megszervezte 13 évvel azelőtt, amikor demokratikus kormányokat alapított az ióni városoknak Kis-Ázsiában. De erre pedig mi volt a modell, a minta? Ahogy már mondtam, a Milétosz ióni város zsarnoka Arisztagorasz már 499 körül áttért a demokrácia ideológiába, mint az ióni felkelésnek vezére. 55. És annál még régebben is, 422-ben, amikor Darius nagy király hatalomhoz jutott, Herodotus szerint már akkor is maguk a perzsák arról vitatkoztak, hogy milyen társadalmi szervezet lenne a legjobb rendszer a perzsa birodalomnak. Három módszerről volt szó. Monarchia, oligarchia, demokrácia. A mindennapi vélemény szerint ez a vita egy kitalálás volt, mivel nem lehetett volna egy történelmi esemény egy ilyen vita. Elvégre is, hogy lehetne azt elképzelni, hogy a perzsák tudnának is valamit a demokráciáról ebben a korai időszakban? De én szerintem ez egy hibás feltevés, hogy a perzsák saját magukra gondolhattak,
amikor demokráciáról gondolkoztak, meg vitatkoztak. Nem. Szerintem ők nem magukról gondolkoztak ebben az esetben, hanem az iónokról. Hogy lehet ezeket a görögöket legjobban szabályozni a perzsa birodalmon belül? I just two paragraphs left. Like this. Yes. And I've shortened the two paragraphs, so my last few minutes. Ha Mardoniosnak sikerült volna az európai görögöket legyőzni, talán akkor őket is úgy átalakították volna a perzsák, mint előbb a kis-ázsiai görögöket. Akkor ezek az európai görögök is iónok lettek volna, úgy, mint az ióniai matrózok és kapitányok, akik a perzsák oldalán harcoltak a Xerxes hadiflottájában 480-ban. 480-ban, amikor a hadi tengerészeti csatát Szalami sziget körül végre megnyerték az aténiak. Last paragraph, 59-62. Minden esetre, ahogy már mondtam, ezek a kis-ázsiai iónok voltak a fő görög közvetítői a perzsa civilizációnak, és tovább is úgy maradtak. Ezért volt, hogy olyan jól értették a mágusokat, akik pedig olyan jól értették a perzsa királyságot. Thank you very much. Tisztelt professzor úr, tisztelt vendégek, mindenkelőtt megköszönöm azt az élményt, amelyben részünk lehetett az elmúlt percekben. Egyúttal pedig a mai rendezvény záró eseményeként engedtessék meg, hogy átadjam Gregory Nagy professzor úrnak azt az oklevelet, amely tanúsítja azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.